hometown. This is my hometown. A Hajdú-Bihar megyei Bárándon járunk, ahol a Ferencváros női futballistái a megyei másodosztályban szereplő Báránd férfi csapatával játszanak felkészülési mérkőzést. Bár ennek a mondatnak a második része talán furcsán hangzik, az észak-alföldi látogatásunk nem véletlen. Ebben a faluban nőttem fel, igazából nem itt születtem, de itt éltem 15 éves koromig, és még mindig úgy jövök haza, hogy ez az otthonom. A kiskoromban játszottam itt többször tornán, mind jó emlék volt számomra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó élmény lesz az eredménytől függetlenül. A kapcsolat én voltam, meg nyilván a falu is szeretett volna játszani a Fradi ellen, hiszen ez egy nagy dolog. Azt gondolom a falu számára is, de én is nagyon örülök, hogy ez létrejöhetett. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási ünnep Báránd település életében. Több szempontból is. Van egy helyi kötődésű játékosa a Ferencváros NB1-es női labdarúgó csapatának, akire a mi kis településünk rendkívül büszke. És úgy gondolom, hogy ez egy 2400 fős kis település számára egy óriási siker és egy óriási lehetőség, hogy itt fogadhatjuk a Ferencvárost. Én még visszaemlékszem rá, amikor Evelyn édesapja mellett itt a Bárándi focipályán kezdte a pályafutását, és úgy gondolom, hogy a most elért eredményei, ugye a Ferencváros a válogatottság, én azt gondolom, hogy minden fiatal és minden sportolni vágyó focit szerető ember számára példaértékű lehet. Gyakorlatilag nem csak a lány focisták vagy sportolók körében, hanem egyébként a fiatal fiúk körében is rendkívül népszerű. In a southern summer, barefoot blue jean night. Ez most inkább egy kicsit arról szólt, hogy jól érezzük magunkat, és így a kemény alapozás után volt egy nap, amikor így önfeledten tudtunk játszani. Tényleg nem az eredmény volt a fontos, hanem az, hogy mindenki játék lehetőséget kapott, és jól éreztük magunkat. A játékosok nagy része úgy nőtt fel, hogy U15-ös fiúbajnokságban szerepelt Budapesten. Nyilván ez a mai meccs egy kicsit más, nem is sorolnám igazi felkészülés meccseknek a sorába, hiszen ez egy nagyjából 3 éves tartozásunk, amit lerovunk itt a Bárándiak felé. Azt tudni kell, hogy az összes bajnoki döntőbe, kupa döntőbe buszokkal jöttek fel hozzánk, és szurkoltak a csapatnak, pedig hát nem a szomszédban, azt pontosan tudjátok, mennyit utaztunk idáig. Illetve ide valós egy játékosunk, Mosdóczy Evelyn személyében, aki itt alapember a Ferencvárosban. Úgyhogy ez inkább egy ilyen csapatépítő programot nevezném, illetve az a szeretet, meg az a törődés, amit itt kapnak a lányok, azért azt gondolom, hogy egy picit elgondolkodtatja őket, amelyek klubnak a mezében futballoznak. A lendületre pedig hamarosan szükség is lesz, hiszen augusztus 18-án kezdődik a bajnokság, amelynek egy átalakult csapattal futunk neki. Talán ilyen nagy változás még soha nem volt ebben a csapatban, amióta együtt dolgozunk. Ugye két játékosunk abba hagyta a labdarúgást, Bognár Enikő, illetve Horváth Zsófia személyében két alapemberünk, aki nagyon régóta itt dolgozik a Ferencvárosért, ők a civil élet fele fordultak, és akiket, illetve hát két légiósunktól váltunk meg, Szlezsana Bulatovistól, illetve a Merek Krisoltól, ők nem tudták beváltani hozzáig fűjött reményeket, ezért inkább más irányba néztünk. Helyettük érkezett két másik külföldi játékos, van a Spindler személyében, illetve Sophie Cortez személyében egy brazil, illetve amerikai játékos, illetve a saját utánpótlásunkat helyeztük úgy gondolom maximális előtérbe. Nagyon fiatal játékosokat hoztunk át a KOK-ból, 15-16 éves lányokat, akik roppant tehetségesek és nagyon elkötelezettek Ferencváros iránt. Illetve melléjük érkezett két rutinus játékos, Röber Zsener személyében, illetve Fogló Katalin személyében. És az eddigi tapasztalatok azok, hogy a variációs lehetőségeink azok bővültek, tehát ugye gyakorlatilag most 23 játékosunk van a tavalyi 17-tel szemben, és azt tudjuk, hogy a bajnokság végére bizony nagyon elfogytunk, úgyhogy az nagyon nehéz helyzetet okozott. Nem szeretnék még egyszer ebbe a cipőbe lépni, illetve azt látom, hogy most egy ilyen nagyon-nagyon felfrissült kerettel dolgozunk együtt, aminek mondjuk megvannak a nehézségei, hiszen azért 2-3 embert is nehéz beépíteni egy csapatba, de mondjuk 10-11-et egyszer az egy biztos egy türelmes folyamatnak az eredménye lesz majd. A motiváltsága semmiképp nem lesz baj, mert jöttek fel a fiatalok, ők mindenképp bizonyítani akarnak, az idősebbeknek pedig küzdeni kell a helyükért, mert jönnek a fiatalok, úgyhogy azzal semmiképp nem lesz gond. Azt gondolom, hogy a taktikánk maradni fog, tehát marad ez a passzós játék. Igazából azon csiszolgatunk így napról napra, úgyhogy úgy gondolom, hogy a
hogy mi maradunk ilyen játszós csapat, ami eddig. És hogy mit vár vezetőedzőnk az új szezontól? Nyilván nekünk egyetlen egy célunk lehet csak be bajnoki döntőt játszani, kupa döntőt játszani, és hogy odaig el tudunk jutni, ezeket megnyerni. Talán annyiban nehezebb dolgunk lesz idén, hogy mondom, egyrészt nagyon-nagyon felfrissült a csapat, tehát ezt össze kell rakni, ezt a csapatot, ez egy idő lesz majd. Illetve hát elég kemény erősödtek az ellenfeleink, változott a lebonyolítás is, ugye nincs rájátszás, úgyhogy itt minden mérkőzésnek a leggyengébb csapattól kezdve a legerősebbekig mindenki ellen nagyon komoly téttel játszunk majd. Gyerünk! Mi van?